A stúdióból köszönti Önöket Forgács Bianca, Varsányi Bence és Tasnádi András. Az előző évben a Norvég Posta egy emlékezetes reklámban kiderítette, hogy a Mikulás meleg. Ebben az évben az az adventi üzenete az állami cégnek, hogy a Mikulás heteroszexuális és borzalmas párkapcsolatban él földanyával, aki végső kétségbeesésében el is hagyja. Ugyanis a Mikulás ajándékok iránti szenvedélye megmérgezett mindent. A végén Mikulás szerelmes levelet ír földanyának, hogy nem tud nélküle élni, aki visszatér az öreg Perna Heiderhez. Jobban szerettük ezt a reklámot, mint az előző évit? Amikor nem. Elkezdődött a reklám, én attól féltem, hogy a Mikulás azért hagyja el a felesége, mert hogy a Mikulásnak van egy férfi szeretője, tehát hogy én ehhez képest... Következetes lenne egyébként, az legalább következetes lenne, akkor így ugyanabban az univerzumban mozogna a történet, mint az előző évi. Igen, de ehhez képest szerintem meg lehet nyugodni, a jobb oldal is vehet egy mély levegőt, a Mikulás idén nem meleg. Na jó, de azért azt tegyük hozzá, hogy ugye ebbe a reklámban a Mikulás, aki nem meleg, a jelképe az emberi túlfogyasztásnak, az emberi gátlástalanságnak, az emberi rövidlátásnak, az ember pusztító, toxikus természetének, tehát valójában a progresszív üzenet, vagy nem, így progresszív az üzenet, de mindig felvetődik bennem ilyenkor a kérdés, hogy amikor ilyen típusú állítások vannak, akkor miért nem meleg a Mikulás, meg miért nem fekete? Tehát, hogy ilyenkor miért kell visszatérni mindjárt a fehér Mikulás, amikor el akarjuk ítélni az egész emberiséget a maga pusztító, gyilkos természete miatt, és egyébként miért pont a Mikulás ennek a jelképe? Tehát, hogy ennek a túlfogyasztásnak lehetne ezer áldozata, és ezer arcot lehetne társítani ehhez. Miért kell a Mikulás? Tehát miért utaznak ennyire egyébként a szerencsétlen öregre? Szerintem nem utaznak a Mikulásra kifejezetten, meg nem a kereszténység, meg a keresztény ünnepek hagyományokra utaznak, egyszerűen csak az van, hogy van ez a hagyomány, hogy a Norvég Posta kiadja ezt a videót, ami most tartalomtól függetlenül... Három éves, ne haragudjál, három éves hagyomány, hát három éves hagyomány, és az 50%-ába sikerült a keresztény közösségekbe belerúgni. Figyelj, az a lényeg, hogy ilyenkor ez egy olyan ünnep, amit mindenki ünnepel, nagyjából mindenki, és ilyenkor odafigyelnek az emberek, és mindenki megnézi a videót, és ilyenkor lehet nagyon jól demózni azt, hogy mennyire elfogadóak vagyunk a melegekkel szemben, mennyire figyelünk a környezetre, és a többi. Ezek tényleg mindig tök magas színvonalon vannak elkészítve ezek a kis videók. Nekem a tavalyival nem volt például különösebb problémám, fura volt nyilván, mint a mostaninál ez a párkapcsolati veszekedés, nekem ott konkrétan PTSD-m lett, hogy ott a Mikulás meg a felesége veszekszik, de ez csak az én személyes megélésem. Összességében viszont igenis zavar az, hogy a gyerekeknek valamennyire elrontják ezzel a karácsonyt, nem? Tehát ők is megnézik, és akkor azon agyaljanak, hogy most akkor melege a Mikulás, vagy akkor most a földért aggódjanak ahelyett, hogy örülnének a Mikulásnak. Nem tudom, nekem ezzel van a problémám, nem is ezzel az érzékenység demózásával kifejezettem. Szerintem a földért nyugodtan aggódhatnak akár a gyerekek is. Amit mondtál, András, hogy miért a Mikulás a jelképe a túlfogyasztásnak, szerintem az egyik legjobb jelképe a túlfogyasztásnak maga a karácsony és a Mikulás, hiszen annyi szart vásárolunk közte ilyenkor, hogy az egészen elképesztő, és szerintem ezzel le kéne állni. Maga a kisfiamnak az üzenete, ha a túlfogyasztás részét nézzük, és nem a párkapcsolati problémákat, ami Bencét érintette meg jobban, akkor nekem az üzenet tetszik. Ami nem tetszik, hogy ez egy teljes mértékben hazug reklám vagy kisfilm, mert a Mikulás maga csomagolgatja az ajándékokat, és én nagyon hiányolom a rabszolgamanókat, akik legyártják az ajándékokat. Az jövőre lesz a gyerek munka elleni karácsonyi videó. Hát remélem, nagyon várom, mert ebből nekem nagyon hiányzott a túlfogyasztáshoz, ez nagyon is hozzátartozik. De egyébként biztosan a karácsony még lesz bőven a mai adásban ehhez kapcsolódó téma, de biztosan ez a jó, a túlfogyasztásnak a jelképe, de biztos emiatt lesz klímakatasztrófa? Tehát biztos azért, mert megveszük a színes tévét? Biztos azért, mert adunk ajándékot a másiknak? De szerintem teljesen igaz az a mondás, hogy a karácsony az tényleg a túlfogyasztásról szól. Tehát, hogy tényleg arról van szó, hogy annyit zabálunk, amennyit nem szégyelünk, annyi ajándékot vásárolunk, amennyit a hitelkeretünk meg a hitelkártyánk enged. Borzasztó módon
elanyagiasodott ez az ünnep, borzasztó módon elvesztette azt a fajta spirituális, lelki, családi tartalmát, amiről azért elvileg csak talán szólnia kéne, de nem hiszem, hogy a Mikulás kinyírásával, meg a Mikulás átértelmezésével lehet visszatérni az alapokhoz. Tehát ha a Mikulásból démoni figurát csinálunk, akkor szerintem még egy lépéssel távolabb kerülünk az üzenettől, meg a karácsonytól, mert önmagában nem a Mikulással van a baj, már azon kívül, hogy sokat eszik, hanem azzal van a baj, hogy mértékelem... Fat-shaming volt, András? Hogy, tessék? Fat-shaming volt most, András, tőled először műsorban? Hát igen, mert túlfogyaszt. A Mikulás tényleg a testalkatával is demonstrálja, hogy ő egy túlfogyasztó. De a probléma a dologgal az, hogy a túlfogyasztása a karácsonynak az nem azt jelenti, hogy nem kell ajándékozni, hogy nem kell odafigyelni, hogy ne jöjjön a Mikulás, hanem azt jelenti, hogy jöjjön a Mikulás, és hozzon fenntartható ajándékot, hozzon egy zoknit, hozzon kevés ajándékot. Tehát ez kéne, hogy legyen szerintem egy normális, kulturált üzenet, de nyilvánvalóan szerintem a Norvég Postának a marketingesei nyilvánvalóan teljesen rá vannak csak varodva arra, hogy jön az advent, jön a karácsony, van egy csomó keresztény ember, hát milyen jó is, hogyha kicsit kiakasztjuk őket. Szerintem meg nem, tehát azért az túlzás, hogy ez a kis videó vagy kis film a Mikulás démonizálná, tehát itt elhangzik benne, abszolút egy szerethető karakter maradt továbbra is a Mikulás, és hangsúlyos benne az, hogy ő tényleg csak jót akar, magyarázza a földjának, hogy ő nem akar ezzel rosszat, szeressük egymást, ajándékozzunk és a többi, és hát ez ugye a párkapcsolati konfliktus forrása, vagy agyarázat, de te nem érted, hogy közben meg tönkre megy a bolygó, és a többi, és a többi. Tehát azért a démonizálás, meg hogy belerugunk a kereszténységbe, szerintem nagyon-nagyon erős állítás a videó kapcsán, vagyis hát nem igaz konkrétan. Illetve a reklámban nekem az sem volt teljes mértékben egyértelmű, hogy melyik is a nagyobb problémája a földanyának, hogy szennyezzük az ajándékokkal a bolygót, vagy hogy a Mikulás nem figyel rá, és máshova összpontosítja a figyelmét, és hát igen, végül is egy munkamániáról. De mondjuk szerintem ez a vicces a dologban, hogy nem figyelünk a földanyára, mert a fogyasztással vagyunk elfoglalva. Jó, de neki ő a felesége. Igen, de ő a földanya, aki mindannyiunknak az otthona is, aki nélkül nem tudunk élni. Egyébként ez a része szerintem tök rendben van. Az ilyen általánosabb probléma túl azon, hogy én azért veled ellentétben érzek egy ilyen nagyon direkt politikai provokációt benne, hogy ez az egész ugye állami pénzből készül. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon színvonalas reklámról beszélünk, ami nagyon-nagyon profin van leforgatva, látszik, hogy a közpénz az így ömlött a projekt mögé, és hát ez egy állami cég. Ez egy állami cég finanszírozza Nyugat-Európába, és amikor ugye Magyarországon lépten nyomon elmondjuk, hogy milyen aggályos az, hogy a kormány össze-vissza hirdet, hogy a kormány mindenfajta marketing kampánnyal mossa az emberek agyát. Azért én itt is halkan és zárójelben megjegyezném, hogy norvég állampolgárként, európai állampolgárként is azt gondolom, hogy az se helyes, amikor a Norvég Posta mossa ilyen módon az emberek agyát. Persze, ez egy gyakorlatilag egy PR videó, az államnak a, ahogy mondta, hogy állami cég, ugye a posta, ez az államnak egy PR videó, mert oké, te kiakadsz, páran kiakadnak, de a többség, valószínűleg a többség, ez biztos ez ki van valahogy méricskélve, meg úgy lesz, hogy hát ez elképesztően progresszív, ez milyen jó, hogy a kormányzó párt az ezzel foglalkozik, és hát mennek fel a számok. Hát és azt csinálják valójában, amit a Fidesz. Tehát, hogy amit a Fidesz ilyen kicsit, nem kicsit, hát csak sokkal direktebben, sokkal durvábban, hát nem úszítanak. Szerintem bizonyos tekintetben, igen, tehát... De ki a Mikulás ellen egy, érted? Szerintem például, amit a Bianca mondott, hogy egyáltalán nem baj, hogy a gyerekek azok félnek, meg figyelnek a klímaváltozásra. Hogy meg kell nézni, hogy ma már tényleg ilyen orvosi korkép, hogy ezekben a generációkban a klímaszorongás az egyik legfőbb faktora a depresszió. Akkor erősítsük, azt mondtad ráadásul? Nem ezt mondtam, hogy az a jó, hogyha a gyerekek ettől félnek, ettől rettegnek, viszont ne is rejtsük el előlük szerintem, hanem ez egy olyan dolog, amit ki kellene tenni az asztalra és beszélni róla. És például igen, szerintem egy egészen kisgyerekbe is tudatosítani kell azt,
hogy bizonyos, nem tudom, műanyag játékok adott esetben problémát okozhatnak. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy a rettegés meg a valaminek a tudása között azért van egy elég széles skála. De a gyerekek esetében szerintem azért ez azért nehezen belőhető, és inkább óvatosnak kéne lenni. Tehát akkor inkább titkoljuk előlük, hogy vannak ilyen problémák. Nem gondolom, hogy karácsony kapcsán mondjuk egy 8-10 éves gyereket ezzel kell terhelni, meg frusztrálni. Tehát, hogy szerintem nem dolga. Tehát, hogy ez a mai felnőtteknek a dolga, nem a 8-10 éveseknek. Pláne úgy, hogy gyakorlatilag nem, legalábbis sokan már azt állítják, hogy nem elkerülhető a klímakatasztrófa kérdés, hogy meddig tudjuk még kihúzni, akkor minek szorongtassuk valamin pluszba a gyerekeket, ami amúgy sem elkerülhető, tehát nekem egyetlen semmi értelme nincs. Egyébként a filmnek a végén ugye megjelenik egy felirat, hogy a norvég cégek nagy része nem felel meg a Párizsi Klímaegyezmény követelményeinek, tehát van egy ilyen típusú üzenet a norvég államtól. Szintén csak zárójelbe jegyzem meg, hogy lehet, hogy egyébként ezek a norvég cégek meg fognak felelni 4-5 múlva a különböző kibocsátási kvótáknak, vagy akár nulla emissziót fognak a légkörbe bocsájtani, de ettől függetlenül azt is garantálom, hogy 4-5 év múlva is Norvégia a világ egyik legnagyobb olaj- és földgáz kitermelője marad, és ennek az olajiparú gazdaságnak egyébként a legnagyobb haszonélvezője is az egyik motorja, miközben a saját közvéleményét, meg a gyerekeit azzal hülyíti, meg ijeszgeti, hogy jön a klímakatasztrófa, ami ellen gyakorlatilag ők minimálisat se tesznek. Igen, és ez kicsit úgy érződik, hogy igazából a norvég kormány tehetne valamit, hogy betartassa, vagy kitűzze és betartassa a célokat a saját országán belül ezekkel a cégekkel. Nem, ők nem, de a karácsonyi videó végén akkor odaírják, hogy a cégek nem tartják be, és így kb. Szétteszik ezzel a kezüket, hogy sorry, mi megtettük mindent, beraktuk az üzenetet a videó végére, és csókolom. Azért vannak nagyobb problémák is itt karácsony közelettével, mint a norvég postának a videója, ugyanis nem biztos, hogy lesz elég iPhone a karácsonyfa alatt, mert tiltakozásba kezdtek a munkakörülményeikkel elégedetlen munkások a világ legnagyobb iPhone gyárában, Közép-Kínában. Október óta ott a külvilágtól szigorúan elzárva, a Covid karanténban folyik a termelés, azóta sok dolgozó menekült haza a gyárból, egyrészt a Covid miatti intézkedések bevezetése miatt, illetve az alkalmazottakkal való bánásmód miatt is. A termelés visszaállítása érdekében a gyártó új munkaerő toborzásába kezdett, magasabb órabéreket és prémiumokat ígérve. Igen, a Katari VB-vel szembeni tiltakozás mellett egyébként az Apple-lel szembeni tiltakozásnak is van jogosultsága és van ideje, mert ezek az emberek egyébként embertelen körülmények között vannak arra kényszerítve, hogy dolgozzanak, ugye nem engedik őket haza a családjukhoz, és mert Covid karanténban vannak, és nem elég, hogy nem engedik haza a családjukhoz, de megfelelő élelmet, rendes mennyiségű vizet se kapnak, bár most sokatszorra megígérték, hogy majd ezt rendezik, meg minden rendben lesz, de a rabszolgamunka az nem csak a katari királyságnak, vagy hercegségnek, vagy nem tudom én minek a kiváltsága, hanem a nyugati cégek is imádják alkalmazni, hogyha kellő mennyiségű profit áll mögötte, mellette. Ez igaz, de attól, mert széles körben elterjedt, attól még nem kellene, hogy ez legyen a normalitás, vagy normalitásként elfogadni. Én egy picit megijedtem, amikor olvastam ezt a hírt. Ugye tegnap beszélgettünk a magyar munkatörvénykönyvének a módosításáról, és hogy hát igen, van még hova lezülleni, tehát hogy szerintem nem dőlhetünk hátra, mert végül is versenyben vagyunk Kínával a munkaerőpiacon, hogyha nagyon szigorúan nézzük. De ez a történet egyébként elsősorban nem is a nagyvállalati gátlástalanságról szól, hanem a kínai Covid politikáról, mert
ez az Apple gyár, ez a, csak az utolsó szem a láncba. Ugye nem olyan régen volt hír, hogy valami Disney parkot is bezártak Kínába, és nem engedték ki az odalátogató családokat, csak akkor, hogyha 3 egymást követő nap negatív tesztet produkáltak, és ott a gyerekekkel együtt voltak összezsúfolódva, meg bezárva. Ugyanez megtörtént egyébként egy kínai IKEA-ba is, sőt, a mai napi hír, hogy Shanghai-ba szintén megint nagyon-nagyon durva lezárások vannak. Nagyjából olyan helyzet van Shanghai-ba, mint Európában a COVID-járványnak a csúcsán, tehát ami nem létfontosságú üzlet, az nincsen nyitva, kizárólag házhoz szállítással jönnek élelmiszerek, és az egészben a legijesztőbb, meg legabszurdabb dolog a kínai videó megosztókon is folyamatosan jelennek meg az ilyen típusú videók, amikor valaki ki akar menni egy házból, el akarja hagyni az otthonát, hát ilyet azért Európában nem láttunk, akkor ezek az űrruhába öltözött közegészségügyisek veszik üldözőbe és rángatják vissza, tehát hogy folyamatos járőrözés van az utcán. A térjek már két pillanatra arra, hogy így a magyar sajtóban hogy jelent meg ez a hír erről a tiltakozásból, tehát rendőrökkel is összecsaptak néhol a dolgozók, akik nem tudtak hazamenni, meg ilyen körülmények között kellett dolgozniuk. Ez a 444 az úgy hozta le, hogy a COVID lezárások miatt történtek ezek a tüntetések és összecsapások, egy nagyon rövid cikk, és sehol nem említi azt, hogy ez elsősorban nem azért történt, mert hogy lezárták ezt az egész gyártelepet, ami 200 ezer ember tartózkodik, hanem azért, mert a munkások jogai ott erősen csorbultak, és tényleg olyan körülmények között tartották őket, illetve beígérték ugye a plusz fizetést azoknak, akik maradnak, illetve az új munkaerőknek, aztán ezeket nem kapták meg az emberek, de erről egy szó nem volt abban a cikkben. Tehát nekem kellett megkeresgélnem máshol, és amúgy bármit el lehet mondani a mércéről, hogy nem újságírás, meg hanem inkább politikai aktivizmus zajlik ott, de hogyha munkások jogairól van szó, korrekten tájékoztatnak, és ott minden részlet el lehetett olvasni. És szerintem ez nagyon ciki, hogy itt konkrétan nem a lezárásokról szól, hanem a munkások jogairól, és erről egy szó nem volt például a 444 cikkében. Jó, de én legalább várnék egyébként annyi önreflexiót a magyar sajtó részéről, hogy így másfél éven keresztül a COVID járvány alatt folyamatosan ment a mantra, hogy a kínai az egyetlen út, a kínai a jó út, úgy kell csinálni, mint ahogy a kínaiak csinálták. Így pillanatok alatt mindenki elfelejtett egyébként a politikai, meg az értelmiségi elitbe arról, hogy mit gondol a szabadságjogokról, mit gondol az emberi jogokról. Azt mondták, hogy Kína. Kína az a példaállam, ami megmutatja, hogy hogyan kell harcolni a COVID ellen. Nézzük meg, ott volt először a járvány, ott voltak az első betegek, és nézzük meg, hogy milyen csodálatos halálozási statisztikáik vannak. És most látjuk, 3 év után, hogy egyrészt sehova nem vezetett ez a zero COVID politika, tehát hogy kb. Ugyanabban a helyzetben vannak, mint voltak, de közben irtózatos gazdasági károkat okoznak saját maguknak, irtózatos emberi jogi sérelmek vannak ennek következtében, és senki nem mondja azt ezek közül a publicisták, ezek között a politikusok közül, hogy elnézést, nagyon-nagyon súlyosan tévedtünk. De nem is fogják. Ne várd ezt, hogy nem fogják. Hát pláne a 444-től várd, akik a lengyelországi rakétaincidensnél egy az egybe már az elején megírták, amikor ezt nem lehetett tudni, hogy ez bizony orosz rakéta volt, utána meg most egy héttel, vagy nem tudom mennyi idő telt el, később kirakták cikkbe, hogy az Associated Pressnek a munkatársát kirúgták azért, mert hogy nem tájékozott korrekten. Tehát ezt kirakják, de ők sem csinálják, az önreflexió nulla. COVID kapcsán, bármi kapcsán ez nem létező fogalom. És egyébként csak szintén egy ilyen információ, hogy azért tudjuk, hogy a COVID az ma is létezik, és ma is gyilkol Magyarországon, tehát napi vagy heti átlag a 20 fő, talán heti átlag, de minden esetre hetente 20 honfitársunk meghal COVID-ba most is, úgyhogy nincsen még csak például maszkviselés sem a tömegközlekedési járműveken.
szintén jelzem, nyilván egy más helyzet volt, sokkal kevesebb információnk volt, nem volt oltás, nulla halottnál zárták le az országot, nulla halottnál. Tehát szerintem ilyenkor azért mindenképpen fontos lenne számvetést tenni. Egyébként ez az egész kínai ügy, meg ahogy Kína kezeli a Covidot, meg ahogy működnek, bennem olyan tekintetben viszont reménységet szül, hogy annyira nehéz elképzelnem, hogy ez az ország ez meg fogja tudni verni a nyugatot. Ez a társadalmi modell, ez hosszú távon versenyképes lesz a nyugati társadalmi modellel, mert ez, amit most csinálnak, és ahogy csinálnak, ennek nyilvánvalóan olyan társadalmi, gazdasági következményei vannak. Egyébként a Bloomberg már lehozott egy olyan cikket, hogy többek között most nyilván másokok is vannak, a tajvani helyzet, nyilván ezek az ellátási ráncoknak a sérülékenysége, az orosz-ukrán háború, de azt mondják, hogy az elkövetkező egy-két évben 28 millió munkahely fog eltűnni Kínából, mert egész egyszerűen elkezdik hazatelepíteni a nagy nyugati cégek, a nagy nyugati vállalatok, vagy legalábbis baráti országok telepíteni a termelést, mert óriási kockázat Kínában működni, mert nem tudhatod, hogy mikor zárják le mondjuk Shanghai-t két hétre, fene tudja, hogy milyen protokoll, milyen döntés, milyen állampárti megfontolás, politikai vagy egyéb megfontolás miatt. 2021. július 1-től hivatalosan is tilos forgalomba hozni bizonyos egyszerhasználatos műanyag termékeket, úgy mint fültisztító pálcika, evőeszközök, tányér, szívószál, italkeverő pálcika és polisztirolból készült ételtároló és italtároló pohár. Én nagyon örültem másfél évvel ezelőtt, amikor ez a hír felröppent, vagy akár már talán két éve is volt. És amikor eljött a határidő, akkor azt hittem, hogy ez szépen ki fog futni, mert hogy a jogszabály az úgy szólt, hogy a raktáron lévő termékeket még fel lehet használni. Viszont eltelt azóta másfél év lassan, és nekem egy picit olyan érzésem van, hogy nem sok minden változott. Nem tudom, ti hogy érzékelitek ezt? Ja, én abszolút. Mindenhol ott van a műanyag zacskó, a műanyag doboz, amiben levest adnak, vagy főzeléket, vagy kurkát akár. Tehát én meg is lepődtem, amikor azt mondtad nekem, hogy ez már jogszabály, és hogy már másfél éve érvényben van, mert én semmit nem tapasztaltam. Annyi, hogy az tényleg, minthogyha szívószálakat, bár én azt nem használtam előttesen, de minthogyha a szívószálakba ezek a nagy, ilyen kicsit ilyen papírszerű szívószálak nem kicsit nyermének. Teljesen az, és így szétmállik az italban, hanem iszod meg elég gyorsan. Tehát egyébként egyáltalán nem helyettesíti a műanyag szívószál. Jó, ne gyorsan meg kell inni azért ezeket az italokat, mert amit szívószállal iszol, mert kimegy belőlük a buborék. Hát meg... azt megdöntsem már, hogy milyen gyorsan iszom meg. Hogyha buborék nélkül szeretem, akkor érted, megvárom. Lényeg, érted, hogy funkcióban azért rosszabb a papír, de azt tényleg használják. Nem tudom, az feltűn nektek, hogy ilyen gyors éttermekben mióta kitalálták ezt, hogy nem lehet műanyag szívószál, ugye teljesen nem tűnt el tényleg a műanyag, vannak a dobozok, meg minden, de azóta, hogyha elvitelre kéred az ételt, rendesen elmész és elvitelre kéred, plusz díjat számolnak fel a papír zacskóért, ami újrahasznosított papírból van, tehát mintha az lenne, nem tudom, hogy igaz-e, de én azt érzékelem, hogy mivel ők már nem használhatnak műanyag szívószálat, és tudják, hogy a műanyag evőeszközöket se használhatják már, ezért egy kis pénzt hadd keresnek már azzal, hogy legombolnak rólam 80 forintot, amihez nem vágom földhöz magam, csak maga a gondolat, hogy nekik nyilván az 2 forintba kerül az a zacskó, de tőlem elkérnek 80-at, mert hogy pótolják mondjuk azt a bevételkiesés, és azzal jár, hogy nekik akkor papírszívószálat kell, nem tudom, szerezniük valahonnan az eddigi műanyag helyet, vagy ki kellett dobják a készletüket, vagy nem tudom, de valamit pótolni akarnak ezzel. Szerintem ezt. Illetve 2023. januárjától, ha jól tájékozódtam, akkor kötelező lesz bizonyos csomagolóanyagokért felszámolniuk költséget. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy valószínűleg már erre készülnek, hogy ez legyen a
De ez megtörtént egyébként a műanyag zacskókkal. Volt pár évvel ezelőtt az, hogy már nem lehet ingyen adni a műanyag zacskót, és akkor pillanatok alatt én mindenhol azzal szembesültem, hogy tényleg kértek pénzt. Tehát, hogy azt be is tartották. Tehát amikor van egy ilyen szabály, hogy így kötelező lehúznod a vevőt, akkor végtelen törvénytiszteletet lát az ember a kereskedőkön, amikor meg van egy olyan szabály, hogy hát így védeni kéne a környezetet, nem kéne ezeket a műanyag dolgokat erőltetni, nem helyette papírt, vagy valamilyen, mit tudom én, újrahasznosuló, lebomló műanyagot kéne váltani, akkor meg már nem ilyen lelkesek. De oké, a műanyag szatyhornál ez teljesen rendben van, de amikor tényleg ez a barna újrahasznosított és újrahasznosítható papírzacskóért kérik el azt a pénzt, az azért szerintem egy kicsit pofátlanság, úgyhogy arra nincsen semmi szabály, hogy el kell nekik kérniük, egyelőre legalábbis, ugye. Igen, visszatérve a műanyag dobozokra, tehát nem minden műanyag csomagolóanyag tiltott, hanem kifejezetten ezek az expandált polisztirolból készült dobozokat tiltottak, de ilyennel is lehet még találkozni, és ezekkel nem csak az a probléma, hogy nem lehet őket újrahasznosítani, hanem elméletileg, ha ételt teszel bele, egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a belőle kioldódó anyagok. Tehát, hogy, jó, de hogyan ismerjük fel, hogy de akkor várjál, tudod, akkor lehet, hogy teljesen legálisan kaptam én a levesemet műanyagdobozba. Tehát lehet, hogy az egyébként egy jó műanyagdoboz volt. Hát szerintem ilyen kevés van, hogy jó műanyagdoboz, ami egyszer használatos, ami többször használatos, az már más. Viszont igen, a PP műanyag, ami most már gyakorlatilag mindenhol van, azt legálisan használják. Tehát ez akkor lehet, hogy betartják a törvényt, akkor most lehet, hogy... Jó, de én szívószálat is kaptam 2 hónappal ezelőtt. Ez a lebomló műanyag, ez a PP? Nem, ez csak újra hasznosítható. Yeah. De akkor lehet, hogy nem annyira általános. Én egyébként a papír zacskókra térnék vissza, mert nekem például a szívfájdalmam az, hogy állok a Spárnak a kasszájánál, és ott van a lehetőségem, hogy válasszak mindenfajta vagy műanyag, vagy újrahasznosuló baromi drága zacskók között, meg sokszor használatos műanyag zacskók között, ami aztán tényleg teljesen felesleges, meg értelmetlen megvenni, mert nyilván otthon hagyja az ember legközelebb is. De mindegy, és ott van, és ahelyett, hogy odaadnának egy ilyen papír zsákot, amiben belerakjuk azt a pár dolgot, amit, és Amerikában látom, hogy ez megy, tehát, hogy ebbe a papír zsákba pakolják bele a dolgokat, az ember magához üleli, és tud menni a dolgára, és nincsen semmi gond, nincsen semmi újrahasznosítás, hogy például ezt miért nem lehet megcsinálni? Tehát most gondolj bele, akkor Amerikában, ha ez megy, akkor ott gyerekként kezelik az embereket, itt legalább felnőttként kezelnek minket, hogy akkor eldönthetjük, hogy gonoszok leszünk, és tönkretesszük a környezetet a műanyagzacskóval, vagy a papírt választod, ami ott ki van rakva. De az is ilyen papír zacskót, és baromi drága, és irreálisan drága ahhoz képest, hogy papírból van. Tehát, hogy elkérni, mit tudom én, 200 forintot egy olyan zacskóért, ami papírból van, az szerintem nem egy korrekt deal. Szerintem meg nagyon helyes, hogy nem osztogatnak semmit ingyen, ami ilyen csomagolóanyag, mert igenis vegye az ember a fáradtságot, hogy elteszi a táskájába. Teljesen mindegy, hogy milyen textilből, akár felőlem lehet az egy sima zacskó is, hogyha nem dobja ki 2 használat után, tehát hogy nem ez a lényege, hanem igenis ezeket a termékeket újra lehet és újra kellene használni. Én nagyon támogatom azt, hogy nem osztogatnak ingyen zacskót, akkor sem, hogyha az papír. Illetve ami nekem nagyon érdekes, és ez csak most jött be egy pár hónapja, hogy azokért a zacskókért is pénzt kérnek, amiben a zöldséget, gyümölcsöt teszed. És ez szerintem nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon régóta. Jézusom. Nagyon régóta meg kellett volna csinálni. Így mi, tehát előtte mi motivált téged, amíg nem számolták fel? Jó, mondjuk azt a 15 forintot, tehát hogy nem de, egy... De lehúzás, szerintem az lenne a normális, hogy a zöldség-gyümölcs kereskedőnél is ott legyen egy papír zacskó, és szépen pakolja bele a gyümölcsöt, és utána odaadja neked. Hát én nem tudom, hogy... Mindegy, hogy ez a papír zacskó... Itt egyetértek veled, hogy... Miért nem lehet általános, mert szerintem a problémáknak egy nagyon-nagyon jelentős részét megoldaná. Ebben a dologban egyetértek veled, hogy a zöldséggyümölcsöt is lehet papír zacskóba tenni, és ott lehet, hogy érdemes is lenne, mert ott meg sok esetben nincsen választásod, hogy nem tudom az almát, hogyha nem tudom, nem 3 darabot veszel, hanem 1,5 kilót, akkor azt valamibe bele kell rakd. Az például nekem ez az ötlet tetszik, hogy lehetne papír. Ez egy progresszív dolog lenne, viszont az már egyen jobb, hogy egyáltalán valami díjat kell fizetni azért, hogy a műanyag vagy bármilyen zacskót letépsz, és azt felhasználod.
de szerintem ez egy illúzió, tehát hogy tipikusan egy olyan probléma, amikor akarnak valamit csinálni, hogy demonstrálják, hogy mennyire zöldek, ráhárítanak költséget az állampolgárokra, miközben ott abban a pillanatban, amikor ez döntési helyzet, hogy te megvedd-e azt a műanyag zacskót 20 vagy 25 vagy 50 forintért, akkor valójában nem vagy döntési helyzetben, mert anélkül, a zacskó nélkül nem tudod elvinni se a zöldséget, se a gyümölcsöt, tehát igazából csak lehúznak téged. Nem igaz, mert vihetsz magaddal zacskót, senki nem kényszerít azt arra, hogy te azt vedd meg, és te csak abba viheted ki, viheted magaddal, és akkor nem kell kifizetni azt a 15 vagy 50 forintot. És csak felhívnám a figyelmedet arra, hogy mi történt, amikor a rezsicsökkentése bekövetkezett, gyakorlatilag előtte senkinek eszébe nem jutott spórolni az árammal, a gázzal, hanem égettük, használtuk, tényleg eszetlenül szinte, és amikor már meg kellett fizetni az árát, akkor jöttek a különböző ötletek. Mekkora kereslet lett nagyon-nagyon hirtelen például a napelemekre. Előtte is volt persze, de az a probléma, hogy amíg nem az embereknek a pénztárcája a tét, addig nem fogják komolyan venni sem a környezetvédelmet, sem a műanyag zacskókat, sem azt, hogy mennyi energiát fogyasztanak el adott esetben feleslegesen. Sajnos ez a realitás. Igen, szerintem a műanyag zacskó az egy olyan pici tétel a bevásárlásokhoz képest, hogy egész egyszerűen az ember nem tartja a fejébe. Nem tartja a fejébe, hogy vigyen magával egy vászontáskát. Kényelmetlen is egyébként, hogyha nem nő és nincsen ridikülje. Tehát, hogy én megmondom, mert most nyilván önmagába fikázni azt mindent lehet, de megmondom őszintén, hogy ezt nem a fogyasztó oldaláról kellene legalábbis elsősorban szabályozni, hanem azt kéne mondani, hogy mondjuk van egy műanyag gyártó cég, mondjuk a Coca-Cola, amelyik palackozik nem tudom én hány száz meg ezer tonna műanyagot egy évben, azt mondani neki, hogy van 1000 tonna műanyag kibocsátásod, akkor azt kérjük, hogy ezért cserébe, hogy te ezt kibocsájtod, 1010 tonna műanyagot dolgozzál fel. És akkor nem csak azt érjük el, hogy kb. Nulla lesz a műanyag kibocsátása a Coca-Colának, mert valamilyen módon érdekelté tettük abba, hogy visszaszedje a műanyagát, hanem még azzal a plusz 10 tonna műanyaggal még abból is elkezdünk ledolgozni, ami egyébként már benne van a rendszerben, mint műanyag szemét. És ezt meg lehetne csinálni, szerintem tök logikus lenne, csak hát a különbség az, hogy míg a magánember az 50 forintos zacskóért nem tud tiltakozni, nem tud harcolni, addig a Coca-Cola meg 1000 dolgot el tud követni, hogy ez a szabályozás ne valósuljon meg. Ezt már akartam mondani a környezetszennyező Mikulásos topiknál is, hogy itt igazából azért sem tetszik, hogy ezzel frusztrálják az embereket, mert ez viszonylag egy kis része a környezetszennyezésnek, és az igazán nagy környezetszennyezők, mint például akkor Coca-Cola és ehhez hasonló cégek, azoknak meg nem lehet azt mondani, hogy akkor dolgozzák ők ezt fel, mert olyan lobby erejük van a politikában is, mert annyi pénzük van, itt magával a gazdasági rendszerrel van probléma. Tehát a kapitalizmus okozza a klímakatasztrófát. Nem az, hogy én elfelejtem az acskót. Greta Thunberg itt van a stúdióban. Ne haragudj, de ez szerintem így van. Nem a kapitalizmus okozza, a rosszul szabályozott piac okozza a klímakatasztrófát. De nincsen jól szabályozott, mert nincs olyan politikus, akinek elé raknak elképesztő mennyiségű pénz, és ezért nem csavar le mondjuk a szabályzásokból, amit be kéne tartani a cégnek. Mindig egy kicsit le van csavarva. Én mind a kettőtökkel egyetértek. Az, hogy nem az egyéni fogyasztók okozzák a legnagyobb környezeti károkat, ez egy tény. Én ezzel nem szeretnék vitatkozni, nem is tudok, mert ez így van. De az, hogy egyénileg is valamit szerintem tennünk kell, vagy legalább felelősséget vállalni, vagy legalább tudatosan gondolkozni, és az, hogy viszek magammal egy textil szatyrot, vagy bármit, amibe bele tudom pakolni, és nem kell minden egyes alkalommal megvenni a műanyag szatyrot, vagy éppen a papírt, amit utána ugyanúgy kidobok, értem, és pontosan tudom, hogy nem ugyanaz, de akkor is hulladék. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy legalább ennyi felelősséget kellene vállalni, illetve arra visszautalva, András, hogy mondtad, hogy a gyártókat, meg a forgalmazókat kellene elsősorban szankcionálni. Ez a magyar jogszabály, ez pontosan erről szól. És mit látunk, hogy betartják? Éppenséggel azt, hogy nem. Jó, a törvényeket be kell tartani, de
És ez sem kapitalizmus probléma önmagában, tehát, hogy a bolsevik propagandát, hogy visszautasítsam, el kell mondanom, hogy ha igaz is, tehát ha igaz lenne az az állítás, hogy a környezetrombolásért a kapitalizmus, mint termelési rendszer felelős, akkor azt kéne, hogy lássuk, hogy például mondjuk a Szovjetunió az egy zöld paradicsom volt a maga 70 évébe. Miközben mi a valóság? Azt látjuk, hogy a Szovjetunió az nagyobb környezetromboló és nagyobb környezetpusztító volt, mint bármelyik kapitalista ország vele szemben. Ez nem volt benne az állításban, András. Tehát én azzal, hogy azt állítom, hogy a kapitalizmus miatt lesz klíma katasztrófa, nem azt mondom, hogy bármilyen más gazdasági berendezkedéssel nem lenne az. De a kapitalizmus akkor, az van, az tuti. Ne. Akkor azt kell mondanod, hogy az emberi természet miatt van klímakatasztrófa, mert csak olyan gazdasági berendezkedést ismersz, vagy ismerünk, amelyik klímakatasztrófát okoz. De azt mondani, hogy a kapitalizmus felelős a klímakatasztrófáért, én meggyőződésem, hogy a kapitalizmus az egyetlen olyan gazdasági szisztéma, ami képes lehet arra, hogy működőképes válaszok találjon a klímakatasztrófa ellen. Tehát az tehát a valójában, szerintem sikerült. Igen, például a kapitalizmus kifejlesztette a szélkereket, kifejlesztette a napelemeket, kifejlesztett ezerféle megújuló energiát, és ha van lehetőség elkerülni a klímakatasztrófát, akkor igen, ezek a lehetőségek azok, amik működhetnek. Ha már fogyasztás, túlfogyasztás, holnap kezdődik a karácsonyi bevásárlási szezon a 8 éve már Magyarországon is megtartott fekete péntekkel. Hát mi más is jelezhetné jobban, hogy közeleg a szeretet ünnepe, mint az óriási leárazások, havi fizetésekért megvásárolt elektronikai eszközök, amiket aztán egy év múlva majd úgyis lecserélünk, de azért minden évben jól bordán könyököljük a többi vásárlót, hogy mi juthassunk a legeslegkedvezőbb árna az épp legmodernebb síkképernyős tévéhez. Várjuk ezt a holnapot? De ez nincsen Magyarországon, tehát hogy ezt mindig előadják a kereskedők, hogy jön a Black Friday, hatalmas leárazások, és igazából mit tudom én, a Black Friday alatt így az üzletekben mondjuk találsz olyan árakat, amiket egyébként az interneten az év bármelyik napján megtalálsz. Tehát, hogy Amerikában, ahol ennek hagyománya van, meg tényleg egy ilyen hisztéria, meg egy őrület van körülötte, és tényleg lögdösik egymást az emberek, ott tényleg az van, hogy tizedáron dobnak adott esetben utána termékeket Magyarországon. Én ezt egyáltalán nem látom. Nekem ezek a Black Friday akciók, bármikor, amikor elcipelt a csajom, a végtelen csalódottság, a fogyasztói lelkemnek, mert tényleg összetörték ott többször. Az nagyon, nagyon nem kaptál egy könyököst, szomorú volt-e? Nem kaptam könyököst, mert nem voltak, nem léteznek ezek a tömegek, akik tudod, hogy mikor léteznek ezek a tömegek? Tehát én szembesültem, hogy milyen ez a hisztéria. A Lidl-ben meg az Aldi-ban vannak baba overallok. Na ezek a baba overallok, én ezt nem tudtam, amíg nem volt gyerek. Ezek a baba overallok, ezek nagyon-nagyon fontos tartozékai valami miatt a babák öltözködésének, illetve azt kell még tudni róluk, hogy jó áron nem nagyon lehet máshol hozzájutni újonnan ilyen baba overallokhoz, és amikor ilyen baba overall érkezik akár melyik üzletlánchoz, azt tényleg úgy kell elképzelni, hogy nyitásra ott áll az üzlet előtt ilyen 50-60 nagyon agresszív anyuka, 10-15 nagyon-nagyon megszeppent és félve közlekedő apuka meg nagymama, és amikor megnyílik az üzlet, na akkor tényleg megindul ez a tölekedés. És tényleg, ott tényleg könyökösök vannak, és a legkeményebb harc azért, hogy a megfelelő méretű baba overallt be tud zsákolni, és így vannak, akik hármat, négyet visznek, mert állítólag az egy kifejezetten jó biznisz, hogy ezeket felrakni a marketplace-re, és így el lehet pár ezer forintért a többére adni. Én azért hálás vagyok, hogy Magyarországon ez a Black Friday így a fizikai mi voltában nincsen elterjedve. Ugye inkább, én úgy tudom, hogy inkább online platformokon nagyon, hát nagyon valamennyire népszerű ez a történet, és én ezért kifejezetten tényleg hálás vagyok, hogy ezt azért nem kell évről évre végignézni, hogy az emberek szétrugdossák egymást a tévéért meg a laptopért. Igen, ezt akartam én is, hogy de van itthon Black Friday, csak online van, tehát online tényleg olyan árakat lehet megfogni nagyon sok fajta terméknél, amiket egyébként az év többi részében online sem.
De ez innen látszik, milyen kulturált, mennyivel kulturáltabb nép a magyar, mint az amerikai, hogy mi nem verjük agyon egymást a Walmartban, hanem neten rendelünk. De ez valóban így van amúgy? Tehát, hogy ilyen 40%-os, 50%-os kedvezményeket kínálnak, de most én komolyan kérdezlek titeket, igen, sikerült? Én most rendeltem például egy pólót 15.000 helyett 2500 forintért. Tehát akkor azért, ez működik, azt mondod. És igen, és szerintem alapvetően az egész Black Friday koncepció azon kívül, hogy tényleg tök szomorú, hogy a karácsony nem a fogyasztásról kéne szóljon, de mégis ezzel kezdődik a fogyasztással a karácsonyi szezon. Ezen kívül ez nem az ördögtől való dolog, mert például ki tudják pörgetni azokat a termékeket tényleg nevetséges áron a kereskedők, amik amúgy lehet, hogy a kukába mennének például, ami szerintem nagyobb pazarlás, mint eladni olcsó, mert nem vennéd meg mondjuk 15.000-ért, de 2.500-ért, igen. Amitől rossz a Black Friday, az, hogy az emberek nem képesek viselkedni, és az az élő vásárlás, mondom, hogy láttunk ugye jelenetek Amerikából, hogy tényleg egymást agyonverik egy színes tévér körülbelül, mint Latin Amerikában valami ilyen fesztivál, vagy hogy hívják kezelés, amikor széttapossák egymást az emberek, ugyanaz, csak tévéért, meg PlayStation, érted? Szerintem nem csak ezért rossz, hanem kifejezetten fogyasztásra buzdít olyan termékek tekintetében is, amire lehet, hogy semmi szükséged nincsen. Illetve nekem azért van olyan tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül igaz mindig az a fajta nagy leárazás, amit kínálnak a különféle üzletek, és ez különösen igaz az elektronikai termékekre. Nagyon-nagyon sok helyen olvastam, hogy a különböző ilyen nagyobb elektronikai termékeket forgalmazó cégeknek a honlapján egyszerűen az akció kezdetétől számított 5 percen belül kifogyott a készlet. Most akkor elhisszük, hogy ott valóban volt. Persze, meg manipulálják úgy is az árakat, hogy az eredeti árat magasabbra rakják, hogy nagyobbnak tűnjön a kedvezmény, és a GVH rendszeresen szokott Black Friday-ek után bírságolni, az Emagot nagyon sokszor bírságolták már, de más oldalakat is, ahol tényleg vásárolnak az emberek fekete péntekkor. Pontos. Hát nyilván, de ez a... Amikor tudják, hogy ennyire megnő a forgalom, akkor ott lehet ügyeskedni, meg trükközni, de alapvetően azért tényleg vannak akciók effektíve. De hát meg ez egy nagyon rosszul szabályozott piac, ugye a piac nagyon rosszul van szabályozva, mert például pont elektronikai termékeknél ott az a játék nagyon sokszor, amikor te beütöd az árukeresőbe, hogy mennyi az adott termékára a különböző boltokba, és azt látod, hogy 15.000 forinttal drágább mondjuk a B boltba, mint az A boltba. A mögött nem feltétlenül az van, hogy a B bolt az ennyivel nagyobb haszonkulcssal dolgozik, hanem az van, hogy a B bolt az mondjuk 2 évvel nagyobb gyári garanciát ad, míg a másik meg nem ad semmilyen garanciát, vagy mondjuk a minimális 1 évet adja meg. Tehát ezek a számok is egyébként így önmagába nagyon-nagyon keveset mondanak. Én nekem meggyőződésem, hogy úgy lenne korrekt ezt, hogyha szépen ott lennének a garancia feltételek és az ár, és az hasonlítódna össze, szerintem, amit még szintén megtehetne az állam, hogy most valahogy úgy van, hogy elektronikai termékeknél 1 év, ami garanciális idő. Én azt gondolom, hogy az lenne, tehát, hogy na, ha valami környezetvédelem lenne, akkor az, hogy azt mondjuk, hogy az a garanciális idő, az mondjuk a mobiltelefonoknál legyen legalább 2 év, de egy mosógépnél vár, viszont legyen 10 év legalább, vagy 15 év, és az alatt ne is kereskedjünk mosógéppel, hogyha nem tudja azt mondani a gyártó, hogy ez a mosógép, ez 15 éven keresztül működni fog, mert nem egy irreális elvárás, hogy 15 évig működjön az a centrifuga, amikor a 19. században már építettek olyan szivattyú telepeket, amik a mai napig működnek. Tehát, azért az nem az állam feladata, hogy az ilyen árösszehasonlító oldalaknak ők megmondják, hogy mit csináljanak. Tehát azt... akinek van egy kis esze, az tudja, hogy ott lehet, hogy valami rossz szolgáltatás jár. A THM-nél megmondhatja az állam, hogy... Ez egy kicsit más kategória szerintem. De miért más kategóriát? Van egy termék, és az állam azt mondta, hogy önmagában az, hogy mennyi a kamat, az nem elég információ, hanem... Árösszehasonlító oldal az nem egy termék. Az árösszehasonlító oldal azt tudja, hogy összehasonlítja adott terméknél az árat, és igen, a plusz felszereltség akármi, az sokszor tényleg nem veszi figyelembe, de akkor meg tudod nyitni a találatokat, és ha van egy kis eszed, kibogarászni, hogy mi a különbség. Vagy
Csinálj egy olyan honlapot, ami ezt figyelembe vesz, ez nem állami feladat. Én azt mondanám, hogy a kereskedőnek tenném kötelezővé, hogy bizonyos standardokat megadjon, amiket már tudnának ezek az összehasonlító oldalak kezelni, és egymással így módon összehasonlítani a termékeket. Még egy dolog, hogy azt mondtátok, hogy azért Magyarország kulturáltabb, meg nem tudom én mi, egyszer volt... Ironikus. De mindegy, de ezt megerősítve az iróniát akkor, hogy egyszer pár éve, még nagyon fiatal voltam, tehát ilyen 15 évvel ezelőtt nyílt meg valami elektronikai láncnak az üzlete, és így emlékszem, hogy DVD lejátszót ajánlottak akkor, nem tudom, ilyen 5000 forintért, de úgy, hogy 20000 forintnál olcsóbban DVD lejátszó nem volt, vagy 25, na viszont ott tényleg pokol volt. Tehát, hogy ott megismertük a magyar virtust. Ott úgy mentek az emberek be az áruházba, mint ahogy a Spartacusnak a harcosai az arénába. És nyertél? Ja, én nem, csak nem volt 5000 forintom se. Nyomorult voltam végtelenül. Igen, az online térben egyel könnyebb kultúráltan viselkedni, ha nem lehet kommentelni, és ugye egyelőre az ilyen elektronikai készüléket forgalmazó honlapokon nem lehet, és ezt szerintem ez jól van így. Szépen halad a Lánchíd felújítása, az elmúlt hetekben sikeres próbaterhelést végeztek a hídon. A híd pályájának megújítása néhány héten belül befejeződhet, és Karácsony Gergely belejelentette, hogy december közepétől a Lánchíd részlegesen átadásra kerül a buszok, taxik és kerékpárok számára. A gyalogosok csak a felújítást következő szakaszának lezárta után vehetik újra birtokba a hídat, várhatóan 2023 őszétől. A tervek szerint a végleges forgalmi rendről viszont csak jövő nyáron születhet majd döntés, és a kerékpáros klub úgy fogalmazott, hogy várostörténeti hiba lenne visszaengedni az autókat a Lánchídra. Ja, de akkor még ez nem biztos, hogy az autók ki lesznek tiltva? De biztos jövő őszig körülbelül, addig most... Addig még csinál a Karácsony néhány közvéleménykutatást. Elméletileg... Nem azt mondta Karácsony Gergely, hogy amikor ez lejár, az a jövő ősz, akkor mindenképpen meg fogja kérdezni a budapestiek véleményt, hogy szeretnék, hogy legyenek autók, vagy nem. Tehát megint a grafikon emberség, tudod, hogy nem vállom közvéleménykutatást. Na, akkor jól mondtam. Ha meg nem mondtam. Kérdeznek meg, András, akkor meg az a bajod. De nekem nincsen bajom, semmelyikkel se, tehát még mindig ez a jobb, bár én azt gondolnám, hogyha valaki vezeti a fővárost, akkor egy közlekedési kérdésben, ami azért döntően szakmai kérdés, ne akarja megkérdezni a közvéleményt. Hát de a hatalom a népé az ellenzék. Igen, csak azért van, tehát a nép döntött valamit, az, hogy Karácsony Gergely legyen a főpolgármester, aki amúgy hozott egy stratégiát, többé-kevésbé, és most gyakorlatilag az, hogy a Lánchídon legyen-e autóforgalom, vagy nem, én sem gondolom, hogy meg kellene szavaztatni. De már a kampány az, hogy... is ezt csinálta, ezt most nem úgy csinálja, mint most először lenne ilyen, hogy én nem mondom meg, mi legyen, hanem döntsétek el ti. A kampányban is számos ilyen alkalom volt. Igen, tehát ő játssza a demokrata politikust, miközben valójában csak döntésképtelen ezer helyzetben. Tehát és szeret másokra mutogatni, hogy ő igazából neki teljesen mindegy, amit az emberek szeretnének. Hát ő egy zöld politikus, ő Budapest főpolgármestere, értelemszerűen ebben a kérdésben majd döntsenek a nem tudom én, a közvéleménykutatók által megkérdezett, véletlenszerűen kiválasztott ezer ember, akikről pontosan tudjuk, hogy kb. Annak a függvénye, hogy hogyan fognak dönteni, hogy milyen kérdést tesznek fel, milyen módszert annal, és ilyenkor van körülbelül mondjuk egy 5-10-15%-os hiba határ, ami valószínűleg azt jelenti, hogy akármi is jön, mint eredmény, az valójában nem fogja képviselni a budapestiek véleményét. Csak ne felejtsünk el olyan tényeket, hogy van egy budapesti mobilitási terv, illetve vannak városfejlesztési stratégiák is, amiben egészen egyértelműen rögzítve van, hogy a kerékpáros közlekedést népszerűsíteni kívánják, és ez bármennyire is furcsán hangzik, de együtt jár a kerékpáros infrastruktúrának a fejlődésével. Úgyhogy nem nagyon tudom, hogy Karácsony Gergely pontosan mit szeretne kérdezni a választóktól. Azért azt is említsük meg, hogy van egy párt, ami már beállt a teljesen autómentes Lánchíd mögé, legalábbis ezt írta az Infostart, és ez az LMP. Az LMP beállt,
emögé, sőt, azt is mondta az LMP-nek egy eddig ismeretlen, számomra ismeretlen országgyűlési képviselője, hogy a Lánchíd és a rakpart autómentesítése lehetne az első lépés egy központi sétálózóna megteremtéséhez. Ez amúgy nem, elég itt dejavűn van, nem tudom, hogy vagytok vele. Most ugye a hallgatóknak mondom, mind a hárman 19-ben a Sétáló Budapest kampányal foglalkoztunk, onnan ismerjük egymást, ingyen bérmentve dolgoztunk rajta a rendes munkánk mellett heti marhasok órában, és ugye ezért is érdekes, hogy az LMP ez most nagyon jó, nyilván teljesen súlytalan, hogy egy viccpárt, vagy egy LMP nevű viccpárt mibe áll bele, hogyha a kutyapárt áll bele, az annak már talán nagyobb súlya van, ha már viccpártokról beszélünk, de ez nagyon érdekes, ugye az LMP az támogatta ezt a Sétáló Budapest programot egy darabig, tehát nem a kampány végéig, hanem hogy a kampány hajra előtt így kihátrált az egész mögül. Hát a Puzsér mögül hátráltak ki. Jó, a Puzsér mögül, de attól függetlenül azt nem mondták, hogy egyébként a program marha jó, miket, ők csak így eltűntek egyszerűen. Úgyhogy kb. Semmi erőforrás nem adtak hozzá a kampányhoz semmit, és akkor most az Ungár Péternek a játszótere, az LMP, az most nagyon bele fog állni. Jó, de hát ő nekik a program az mindig is szimpatikus volt, meg most ez a Sétáló Budapest koncepció azért egyébként egy olyan városfejlesztési vízió, ami Nyugat-Európa számtalan városában működik, és nem csak az LMP és nem csak a Puzsér képviselte, hanem például mondjuk a Vitézi Dávid is azért, amikor megnyilatkozik, akkor nagyjából ezen fejlesztési irányok mellett tesz hitet, és egyébként a Karácsony Gergely is nagyjából mindig erről beszél, csak aztán mindig hozzáteszi utol közben, hogy de természetesen az autós közlekedésre, meg az autós érdekekre is figyelemmel kell lenni, és az autóknak, a tömegközlekedésnek, meg a gyalogosoknak a szempontjai között meg kell találni a jó kompromisszumot, amit én meg fogok találni. Egyébként még a Fidesz is ugyanezt mondta, tehát még a Tarlós is közölte, hogy ő is hisz egy valamifajta sétálózónába hosszú távon Budapest belsejében, csak bizonyos peremfeltételek valósuljanak meg, nyilván itt a metróra, nyilván itt az M0-es körgyűrű befejezésére, olyan dolgokra gondolt, amik valószínűleg az elkövetkező 20-30 évben nem lesznek meg, de az ősbűn egyébként az, hogy van két nagyon jól átélhető koncepció a városról. Az egyik az, hogy menjünk elébe a trendeknek, menjünk elébe a problémáknak, és alakítsuk át gyorsan tömegközlekedésbaráttá, sétálóbaráttá a fővárost. A másik meg azt mondja, hogy várjuk meg, amíg nagy uniós állami pénzek érkeznek az autós infrastruktúra fejlesztésére, és akkor álljunk neki. És ez szerintem mind a kettő egyébként legitim álláspont, ezeket lehetne ütköztetni, és ezek közül kellene választania a budapestieknek. Ehelyett a budapestiek megkapták mindkét oldaltól, mert ugye a Fidesz inkább az utóbbit, a Karácsony inkább az előbbit képviselte, de megkapták a budapestiek, mint választási lehetőségként, hogy ezt is elmondták, meg hozzátették, hogy de persze, nem gondoljuk ezt annyira komolyan, meg kell találni a kompromisszumokat, és így igazából valójában nem is született döntés a választáson, emiatt ebben a kérdésben sem, mint ahogy még nagyon sok minden más kérdésben sem született döntés, mert egész egyszerűen a politika az elmismásolta. Nem akarja tudni azt, hogy az emberek hogy gondolkodnak, mit akarnak, ők nyilván nyerni szeretnének, nyilván szavazatokat szeretnének, és fontosabb a győzelmük, mint az, hogy valami fajta népakarat vezesse Budapestet. Persze, de ezért is nem értem, amikor azt mondod, hogy hát az LMP-nek szimpatikus volt már akkor is ez a sétáló Lánchíd, meg az azt körülvevő sétáló övezet. Jó, akkor szimpatikus volt, mert akkor ott volt ez a pártvezetőnek, meg úgy amblok politikusnak nem túl alkalmas Kendernai János, akiről legalább elmondható volt viszont, hogy ő tényleg hit benne, meg fontos voltak neki ez a dolgok, de azóta ebben a pártban gyakorlatilag nem nagyon van senki, aki így hisz bármiben is, mert lecserélődött az egész. Ilyen kis fiatal srácok meg lányok vannak ott, mint én, akik pártpolitizálni akarnak, és akkor ők beleállnak bármilyen ügybe igazából, csak ott leessenek, megkapják a jó fizetést, és nagyon fontos embernek érezhessék magukat. Kanász Nagy Máté, ugye már nincsen társelnökként, de ő tipikusan ennek a példája. Tudjátok, ez a Kanász Nagy Máté, igen, de a hallgatóknak szerintem, és nem azért, mert hülyék a hallgatók, de a nagy részük nem tudják, és most kell tudni, mert nem érdemes tudni, hogy ki az. És ilyenekkel van tele, csak az Ungár van, meg ilyenek kb.
Én abszolút értem a kritikádat, viszont azzal kapcsolatban, hogyha neked az a fontos, hogy a Lánchíd egy sétáló híd legyen gyakorlatilag csak közösségi közlekedés és kerékpár forgalommal és gyalogos forgalommal, akkor nem értem, miért problémád az, hogy mondjuk ezt az ügyet most az LMP felkarolta. De nem karolta fel, az a lényeg, ezt csak elmondták, és ez semmit. De akár még ez... De nem benne van a pakliba, hogy felkarolják, és amúgy nem mindegy. De az mit jelent, hogy felkarolja egy ilyen törpepárt, ami csak azért élt lélegeztető gépen, mert Ungár Péter egy... Hát mondjuk ember, egy ilyen borderline-ról. Hát mondjuk azt jelenti, hogy felkarolja, hogy elkezdi tematizálni ezt a kérdést, az és LMP nem egyedül. Az LMP semmit nem tematizált az elmúlt években. Jó, így nehéz veled vitatkozni, hogy te alapvetően az LMP-nek a létjogosultságát... Igen, Bence, neked az LMP-vel van problémát. Tehát abszolút, neked nem a Lánchídhoz van viszonyod, hanem az személyes vendettához az Ungár Péterrel szemben, amit én... Én ezt nem cáfolom, András. Igen, csak a Lánchídról beszélgetünk, de nyilván egyébként mindenfajta pszichodrámára alkalom ez is. Én úgy érzem, hogy a Lánchíd, hogy én támogatom-e azt, hogy mi legyen a Lánchíddal, legyen-e teljesen sétáló Lánchíd, az szerintem teljesen egyértelmű az álláspont onnantól kezdve, hogy mi ezért kampányoltunk nem is olyan régen. Az LMP-vel közösen, egy ideig. Hát a közösen az erős túlzás, azért amennyit beleraktok, de ne menjünk bele, tényleg, igaz. A közösségi közlekedést én nem felejteném el a Lánchídról, mert az viszont egy nagyon-nagyon fontos pontja a kérdéskörnek. A személygépjárműveket ne engedjük vissza, szerintem. De egyébként nem lenne sokkal jobb úgy a Lánchíd, hogy buszok se legyenek rajta, meg egyébként én, amin ki vagyok akadva, mert a buszt elfogadom, mint mondjuk egy ilyen szükséges rosszat, és emiatt ugye nem lesz teljesen... Taxi. Hanem a taxiknak a jelenléte. Tehát, hogy én egész egyszerűen ilyen teljesen irreálisnak érzem a taxiknak a kivételezett státuszát a főváros közlekedésébe, akár a buszsávokba, akár egy ilyen típusú Lánchídon. Nem értem, hogy ezt miért kell és miért lehet engedni, miközben az ország egyébként tényleg komoly erőforrásokat fordít arra, hogy ez a budapesti közlekedés működjön, jó legyen, közepesen vagy gyenge színvonalon, de azért szolgáltatásokat adjon, és eljussunk A-ból B-be. Szerintem azért viszonylag nagy érdekérvényesítő erőjük van a taxisoknak, és gondolom félnek ez, mint nagyon sok témához félnek hozzányúlni a politikusok, mert akkor olyan, nem is népharag, de legalábbis egy nagyon nagy része az utak használóinak ennek nem fog örülni, mert nekik egy fontos út van el lesz előlük zárva, nehezebb lesz a munkájuk, és a többi, és szerintem ezért nem merik ezt megpiszkálni túlságosan, bár tényleg nem lenne, hogyha nincs autóknak helye, akkor taxiknak se, szerintem akkor a busznak se, már tényleg ez egy ilyen szép híd, és mindenki a csodájára jár, ugye Prágában a Károly hídon sincs busz, meg semmi. De egyébként még csak nehezebb se lenne a munkájuk, mert hát azért ismerünk olyan taxisokat, akik szándékosan mennek bele a különböző dugókba, a különböző hosszabb utakra. Nekem egyszer... Ez hülyeség, szerintem. Én megéltem. Nekem volt ilyen élményem, hogy beültem nagyon siettem valahova, beültem a délinél egy kocsiba, és mondta a taxis, hogy hát, hogy arra azon az úton, nem tudom, hogy a hegyalja felé megyünk, akkor az gyorsabb lesz. És hát én nekem furcsáltam, mert földrajzilag nem volt logikus, de így nagyon mondta, hogy de, abszolút, hogy minden más be van állva, és akkor jó, ő a szakember, én sietek, persze menjünk arra, és egy ilyen írtózatos háromszoros idővel jutottunk oda, mint amivel... Szerinted kb... tudta? Hát én nem ajánlok egy olyan utat, amiben bizonytalan vagyok. Tehát miért tenném? Hát mert figyelj, azért ez úgy működik, hogy ugye nagyon sokat kín van az utakon, ő tudja, hogy általában, ha ezekbe vannak állva, amit mondott, akkor az valószínűleg nem lesz, de ez nem egy 100%-os bizonyosság lehet. Én megelőlegezem, hogy csak megpróbáltam már, csak azért is előlegezném meg, mert tudom, hogy egy nap, hogyha elmész, nem tudom, 8 órát dolgozni taxisként, többet keresel, nem dugóban állsz, hanem pörgeted a fuvarokat folyamatosan. Nem érdeke, szerintem.
Egy miskolci szállodából kidobatta az orosz vendégeket az ukrán tulajdonos. A turisták egy orosz pár november 26-án este 6 óra körül jelentkeztek be a hotelbe, de ez csak 9 óráig tartott, amikor a menedzser megkérte őket, hogy sürgősen költözzenek ki. Az információk szerint a tulajdonos jelenleg a háborús övezetben tartózkodik, és az ő utasítása volt, hogy orosz útlevéllel rendelkezőket nem fogadhatnak a szállodában. Igen, ez egyébként Magyarországon jogszabályba ütközik, mert a miskolci önkormányzat adott ki egy közleményt, hogy neki ez nem tetszik, meg hogy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordul, de nem beszéltek arról, hogy ez feltétlenül jogszabályt sérte, amit a szálloda tulajdonos csinált. Ugye Amerikában van a híres per arról a cukrász házas párról, akik keresztények és egy meleg pár rendelt tisztán egyébként provokációból egy házassági tortát tőlük, két férfival a marcipán szoborként, és ők azt mondták, hogy lelkiismereti okokból ők nem tudják vállalni ezt a rendelést, és hát azt hiszem, hogy a legfelsőbb bíróságot is megjárta ez a jogvita, hogy joguk volt-e nemet mondani, vagy nem. Nem tudom, hogy Magyarországon egyébként mi a jogi helyzet. Nekem sincs, fogalmam sincs. Sejtelmem sincs. Hát akkor megint egy olyan dologról beszélünk, amihez nem értünk, mint és ez mindig. Legalább kellő magabiztosságot ad, hogy véleményt formáljunk, mert hogyha értenénk hozzá, akkor nyilvánvalóan ezer olyan szempontot mérlegelnénk, amik a szakértőknek megköti a kezét, de a miénket nem köti meg. Én egyébként mélyen elítélem, amit csinált ez az ember, viszont másrésztről meg mélyen megértem. És különösen azért, mert az oroszok elleni ilyen különböző, ilyen undorító, valójában rasszista megkülönböztetések, amik történnek a Putyin agressziója óta, hogy sportegyesülettől, szimfonikus zenekartól, stb. Távolítodnak el orosz állampolgárságú ember csak azért, mert orosz, még csak nem is Putyin szimpatizáns, az így végtelenül felháborító. Amikor ezt egy olyan ember teszi, aki egyébként a háborús zónában él, és a háborús zónában van, és napi szintű fenyegetettségben éli az életét, ott hajlamos vagyok azért némi empátiára, nem helyes, nem amit csinál, csak értem, hogy amikor harcol és bombázzák őket, akkor minden módon ártani akar annak az Oroszországnak, ami megtámadta a hazáját. Persze, hát ugye... De valóban árt annak az Oroszországnak, annak a szerencsétlen két turistának ártott, akik megpróbáltak egy éjszakát eltölteni a hoteljébe. Ettől nem változott semmi, annyi változott, hogyha esetleg ez a két ember a nyugat felé szimpatizált volna, ez esetleg a másik irányba taszítja őket, mert hát őket itt nem látják szívesen. Értetted, nekem ez a problémám, hogy ezeket a helyzeteket nem lehet ilyen ennyire egydimenziósan nézni, hogyha Putyin rossz, akkor minden orosz rossz. És tudom, hogy ezt te se gondolod, hiszen elmondtad. Én személy szerint fel lennék háborodva, hogyha valaki akár külföldön számon kérné rajta mondjuk Orbán Viktor politikáját. Meg igazából még akkor is, hogyha Putyin szimpatizáns lenne, ha tudta volna a tulajdonos, szerintem akkor sem lehet mondjuk azért feltétlenül hibáztatni valakit, tehát ott azért erősen működik az állami propaganda, nem biztos, hogy valaki tényleg teljesen saját elhatározásból szimpatizál Putyinnal, hanem csak nem látja, hogy mi történik valójában ebben a háborúban, ugye tudjuk, hogy nem úgy tájékoztatnak erről, hogy kéne, úgyhogy tényleg teljesen irracionális döntés, de ugyanúgy, mint a Zelenszkijnek és erős túlzásait is ról is már beszéltünk úgy ebben a műsorban, hogy igen, ez nem túl racionális, de már megértjük, mert őket most éppen ott bombázzák, így én ezt a szállótulajdonos is szintén megértem, de bődületesen irracionális dolog, és másnak sértő. Úgyhogy csak ha ezt megértjük, akkor megértjük azt is, hogyha mondjuk valakit tehát hogy ez gyakorlatilag az, hogy a származása miatt diszkrimináltak valakit, akkor megértjük azt is, hogyha valakit a szexuális hovatartozása miatt, vagy bármilyen olyan jegye miatt diszkriminálnak, és zárnak ki egy szolgáltatásból, ami mindenki számára elérhető. Figyelj, hogyha mondjuk történik egy ilyen eset, és tudom azt, hogy aki kizárta mondjuk a más bőrszínű embert ebből a szolgáltatásból, az igazából nem egy veleig romlott ember, csak egyszerűen egy olyan családi közegben nőtt fel, ahol mindenki
a szülei családja szaraszt, és a dumát nyomta neki, és hát így alakult a gyerek, ilyen felnőtt lett, akkor az valamennyire kicsit úgy érzem, hogy el tudom menteni magamban legalábbis. De te magyarázatot találsz rá, és én ezt megértem, és igazad van abban, hogy meg kell vizsgálni ezt az ügyet, hogy honnan ered, és ilyen tekintetben igen, érteni értem, de egyet nem tudok vele érteni. Hát én sem, de toleráns tudok lenni az intoleránssal, hogyha esetleg tudom, hogy milyennek a háttere, ez honnan jön. Tehát ez nagyon kétérűd, megvisszás dolog. Szerintem az, hogy értünk egy működést, az nem azt jelenti, hogy elfogadjuk. Tehát, ja, az elfogadást én sem tehát, mondom, az elfogadhatatlan, hogy igen, tehát csak érti az ember, hogy mi van ilyenkor az ukránokban. Azért azt is látni kell, hogy a háború azért átlépett egyébként egy sokkal bestiálisabb szakaszába, mint eddig. Tehát, hogy azért az elmúlt héten a Putyin a 19-re lapot húzott, és azzal, hogy elkezdte a civil infrastruktúrákat bombázni, és nagyjából úgy néz ki most jelenleg a helyzet, hogy Ukrajnában télen jó eséllyel nem lesz fűtés és nem lesz villany, ami azért egy olyan országban, ahol mínusz 20, mínusz 25 fokok is nagyon-nagyon könnyedén összejönnek esténként, az egészen elképesztően durva körülményeket fog jelenteni, és úgy történik meg mindez, hogy egyébként nem is valószínű, hogy ez egy különösebben célra vezető taktika, mert az a megfigyelés, hogy akik nem tudnak ehhez alkalmazkodni, azok menekülni fognak, és nyilván jönnek át nyugatra. Akik meg alkalmazkodni tudnak, azok meg alkalmazkodnak. Tehát ezzel... Hát mára ezzel, kijöhet, ugye? Hát ukránok jöhetnek. Az ukránok jöhetnek Európába, az Unióba, befogadjuk őket. Az oroszokat nem engedik. Igen, de az ukránokat jelen helyzetben a férfiakat is átengedik a határon? Az ukránok átengedik, az a kérdés. Igen, ja, nem az, hogy befogadjuk. Igen. Hogyha olyan az ukrán, akinek a hadseregbe kéne lennie és szolgálnia és behívót kapott, azt nyilván nem engedik át. Jó, aki pénzért átengedik néhol, de... Igen, aki meg nem olyan ukrán, az meg simán jöhet. Miután a Bence kiadta a magába lévő irtózatos frusztráltságot az LMP-vel szemben, dolgozzuk fel egy másik traumáját. Állítólag ebben a műsorban traumatizálódott, amikor hallgatta, ugyanis valaki ebben a stúdióban, aki talán én voltam, valami olyasmit mondott, hogy a túlsúlyos és dohányos ember gyűlölete, megvetése, kirekesztése valójában társadalmilag teljesen elfogadott, és a Bence ezen felháborodott, mert hogy ez egy olyan igazságtalan, leegyszerűsítő, milyen még szerintem gonosz, az volt a konkrét állításod, és szerint én ezért is gondolom, hogy ez nem az én traumám, hanem az én traumám, hogy ez elhangzott, de az, hogy te ezt így éled meg, az meg a te traumád, az úgy nyilván, gondolom, az hogy az új rasszizmus a kövérezés, ez volt az állítás. Igen, mert az az állításom, hogy az emberekben alapvetően van igény, hogy valakiket gyűlöljenek, valakiket hibáztassanak a maguk rossz soráért, a maguk rossz életéért, és akkor mindig vannak a történelemben ilyen különböző gyűlölet csoportok, zsidók, cigányok, gazdagok, bankárok, szegények, mit tudom én, nagyon sok ilyen van, de a 21. században eljutott oda a közbeszéd, hogy ezekről már hát vagy a politikai korrektség, vagy az elemi kulturáltság miatt nem nagyon tudunk nyilvánosan beszélni, szerencsére, de viszont valaki kellett, aki ezt a céltábla szerepet betölti, és én nekem tényleg abszolút az a tapasztalatom, hogy a dohányos és a túlsúlyos lett az új néger és az új zsidó. Nekem meg pont az az élményem, hogy hát idézőjelben túl elfogadóak vagyunk ezzel kapcsolatban. Most nem azt akarom mondani, hogy bántani kéne azt, aki túlsúllyal szenved. Na még szerencse. Milyen jó nekünk túlsúlyosoknak. Talán bántani nem kellene őket. Ne, verbálisan gondoltam. Viszont... csak verbálisan. Nyilván nem akarjuk őket megverni, csak jól megalázni. Mert semmi esélyünk. De hogy lenne az új rasszizmus ez, amikor a túlsúlyról, arra, hogy dohányzol, az a te döntésed, hogy dohányzol-e vagy nem,
az, hogy túlsúlyos vagy-e, a 100 000-ből egyszer nem a te döntésed, hogy az vagy-e, aki tényleg egyszerűen genetikailag betegesen elhízott, és te sem az a kategória vagy, András, szerintem, aki betegesen el lenne hízva. Ezért nem tudom párhuzamba hozni az a rasszizmussal egyáltalán, mert az, hogy milyen bőrszínűnek születsz, arról nem tehetsz, és hogyha valaki emiatt csesztett téged, az irdatlan nagy tirpákság. Én el tudok képzelni egy olyan rendszert, ahol ez valóban probléma, de szerintem nem ebben élünk, ugyanis az, hogy idézőjelben megint túl elfogadóak vagyunk ezzel kapcsolatban, az pontosan azt jelenti, hogy folyamatosan az a narratíva, hogy mindenki úgy szép, ahogy van, ha te jól érzed a bőrödbe magad, akkor rendben van, akkor nincsen ezzel semmi probléma, és én ezt a narratívát érzem, nem az, hogy fúj a kövérek, fúj a túlsúlyosak. De ez is létezik, ez is egy létező narratíva egyébként. Lehet, hogy időről időre túl van tolva, de azt gondolom, hogy önmagában ez az állítás, hogy ez nem választás kérdése, az, hogy például valaki túlsúlyos vagy dohányos, azért ez nem feltétlenül ilyen egyszerű. Én nem vagyok híve feltétlenül a baloldalnak a mindent relativizáló, mindent a társadalmi igazságtalanságokra, a társadalmi elnyomásokra visszavezető elméleteiért, de azt gondolom, hogy egyébként nagyon sok igazság van ezekben az elméletekben, még hogyha nem is teljesen magyarázható a világot, és igenis egy ember kövérsége vagy dohányos volt a mögött, nagyon-nagyon sok dolog meghúzódhat, trauma, szegénység, nem véletlen például, persze, hogy a dohányosoknak jóval nagyobb része szegény, mint gazdag. Mert egész egyszerűen nem fér hozzá azokhoz a kulturális információkhoz, nem fér hozzá azokhoz a kulturális mintákhoz, és nem fér hozzá azokhoz az alternatív örömforrásokhoz, meg stresszoldásokhoz, amik mondjuk egy gazdag budai gyereknek, vagy fiatal felnőttnek, vagy idős felnőttnek megadatnak. Ezért kéne elkezdeni talán a helyén kezelni a túlsúlyosságot, és elsősorban akár a lelki eredetű problémákat elkezdeni vizsgálni, ahelyett, hogy ezt a két szélsőséges narratívát toljuk, hogy jaj, fúj a kövérek, és az, hogy mindenki úgy szép, ahogy de, van. Várjál, lehet, hogy ez két szélsőséges narratíva, de azért különböztessük meg, hogy az egyik narratíva embereket megaláz, a másik narratíva meg kedveskedik és empatikus emberekkel. Tehát, hogy ne legyen már a simogatás, meg az ököllel ütés az a két szélsőség. Tehát lehet, hogy a simogatás néha túlzásba van víve, lehet, hogy a simogatás nem mindig helyes, és nem mindig a jó válasz egy adott problémára, de nem lehet azt mondani, hogy hát se simogatni, se ütni. Szó sincs róla. Ütni nem szabad, simogatni meg leginkább kell. Most az a helyzet, bocsánat, hogy én értem, hogy ezek mögött a dohányzás, meg túlsúly, minden mögött lehetnek gyerekkori traumák, meg ugye minták, amiket látott az ember, de az a jó a gyerekkori traumákban, meg a mintákban, hogy még ha nagyon nagy sebet is okoztak, és mélyen vannak, ezeket fel lehet dolgozni, és változtatni lehet rajta, és hangsúlya változtatáson van, és ezért nem rasszizmus, mert hogyha ezen nehéz is, de lehet változtatni a bőrszíneden, meg hát elég nehezen lehet Michael változtatni. Michael Jackson tudom neked. Neki bőrbetegsége volt, ő nem direkt változtatta meg a bőrszínét, ez egy téfit, ez egy ilyen városi legenda. Higgyed el, hogy vannak olyan technikák és technológiák, amivel akár bőrszínt is lehet változtatni. De most lehogy ez legyen már az ellenérved arra, amit mondok. Hát, hogyha ez a mondás, hogyha az az állításod, hogy azért nem rasszizmus, mert a bőrszínen nem lehet változtatni, ezen meg lehet változtatni, hát a bőrszínen is lehet, jelzem. Tehát, egyébként most nem olyan érte, tehát nyilván a rasszizmus fogalmát egy ilyen nagyon kiterjesztően használom ekkor, tehát, hogy nem csak a rasszok iránti fóbia, csak azért használom a rasszizmus szót, mert azt gondolom, hogy ugyanaz a lelki eredete a kövér ember megvetésének, aki kevesebb nálam merő, nem figyel oda a táplálkozására, nem jár edzeni, nem tudatos, ellentétbe velem, mint amikor azt mondjuk, hogy ő cigány, és ő ezért kevesebb ember, mint szerintem. Én, aki fel tudja mutatni az 1000 éves államiságot. Szerintem tahóság ezzel piszkálni a másikat, nem piszkálnám soha ezzel a másikat, hogy túlsúlyos, vagy akármi, de ettől függetlenül nem ugyanarról a tőről fakad szerintem, mint a rasszizmus. Illetve még korábban mondtál, hogy azért ne
húzzunk egyenlőset, hogy nem szabad se simogatni, sem ököllőtni. Szerintem azért, nekem például azért elfogadást promotáló kampányon a Dávnak volt ilyen a túlsúllyal kapcsolatban, vagy legalábbis, hogy nem ezeket a nagyon tényleg már ilyen betegesen vékony manükeneket rakták a reklámba, hanem így egészségesebb embereket, esetleg pár túlsúlyosabb volt köztük. Az oké, az elfogadás az oké, de vannak olyan emberek közösségi médiában, akik tényleg kórosan elhízottak, de nem tud elképzelni, hogy mennyire elhízottak, hogyha nem látnád, és ők is ugyanezt nyomatják, illetve láttam egy olyat, halálkomolyan egy aktivista nő Amerikában egyetemen végzett, és már nem is tudom, hogy milyen szakon tanult, de ő fat activism-mel, azaz kövér aktivizmussal foglalkozik, ezt egy amerikai talkshowban játszották be ezt a videót, és konkrétan ott ő arról írta a szakdolgozatát, a doktoriát, hogy attól még, hogy betegesen túlsúlyos vagy, attól még te nagyon sok aktív cselekvést csinálsz, például lélegzel, akár, tehát hogy mondjam, abszolút abba ment át, tudományos köntösbe csavarva, tehát áltudományos nyilván, ez nem egy tudomány, hogy igazából ez mennyire egészséges, érted? És nekem ezzel van például a problémának a témának kapcsán, amikor már nem elfogadásról van szó, hanem azt mondjuk, hogy ez egészséges, nem egészséges. 15 év múlva a kórházból fogsz kibejárkálni, aztán meghalsz, hogyha 230 kiló vagy és 160 centi. Hogy mondjam, van egy teljesen marginális, félőrült nőszemély, akivel neked problémád van, mert hülyeségeket beszél. Ezt csak példának hoztam, mert vicces, mert tényleg igen. De hogy mondjam, hogy a példa arra példa, hogy nyilván vannak hülyeségek. Ez a nő, amit állít, hogy a kövérség az egészséges lenne, nem egészséges. Nyilvánvalóan nem egészséges, nyilvánvalóan tudunk egy csomó kockázatát a kövérségnek. Nyilván az a jó, hogyha az ember lefogy. Az, hogy a végén te majd a kórházba jársz kibe, ugye ez azért szokott mindig feljönni, nem a másik ember egészségének a féltése okán egyébként, nem az történik ilyenkor, hogy azt mondja a Béla a kövér Józsinak, hogy Józsikám, befizetlek egy olcsó, vagy egy nem olcsó egészséges étrendre, hanem azt mondja, hogy az én pénzemből fognak téged gyógyítani, amikor majd be kell járnod x év múlva. Na ez is tirpákság, mikor ezt mondják, igen. De nem csak az, hogy tirpákság, mert egyébként van benne igazság, mert nyilván be fog járni a kórházba a kövérsége miatt, és nyilván ennek egy csomó költségei vannak a társadalomnak, csak azt ne felejtsük el, hogy aki halálegészségesen él egy idő után, de sokkal később, mint egy kövér ember, ugyanúgy be fog járni a kórházba, és ugyanúgy egy csomó egészségügyi költséget fog jelenteni, plusz neki fizetni kell majd évtizedeken keresztül a nyugdíjat. Tehát az a helyzet, hogy ezek az emberek, akik egyébként egy ilyen jóléti sovinizmus alapján rasszisták a kövérekkel szemben, azok még hazudnak is. Visszatérnék arra az érvelésedre, illetve még egy dolog, szerintem Bence megtalálta ezzel a hölgyel, aki egészségesnek próbálta beállítani a túlsúlyt, azt a pontot, amit kerestél, ugye a túlsúlyosak ekézésének a másik oldalát, amire ugye említetted, hogy nem az, amit én mondtam, hogy elfogadjuk a túlsúlyosokat, és azt mondjuk, hogy igen, így vagy szép, ez a te életed, te döntesz erről, és én értelem azt az érvedet, András, hogy ez nem a kettő szélsőség, lehet, hogy igazad van, csak ide egy humánus érvet hoztál be, amit nem tudtál például elfogadni akkor, amikor a melegségnek az elfogadásáról beszéltünk. És nekem ezzel kapcsolatban itt most hiányérzetem van, hogy ott ez nem volt érv, hogy az egyik humánus, a másik nem. Itt meg kövér ez... vagyok, és nem meleg. Valószínűleg ez a megoldás. Nem tudom, egyébként nem emlékszem. Próbálok ezekben a kérdésekben konzisztens lenni. Igen, lehetséges, hogy nem voltam. Tehát elképzelhető, de nem emlékszem arra a vitára, ahol ez felmerült. Ezért se megerősíteni, se cáfolni nem tudom, de kizárni semmiképpen se. A Katari VB kapcsán beszéltünk erről, de nem is lényeg, akkor megtaláltuk ennek a forrását. Nekem az a benyomásom itt a túlsúllyal kapcsolatban, hogy szerintem nem kellene démonizálni sem, és olyan szinten promotálni sem, ahogyan ez néha megtörténik. Talán úgy kellene kezelni
helyén valóan kellene kezelni. Teszem azt, elvonó kúra-szerű szolgáltatásokat nyújtani, mert azt gondolom, hogy aki leszeretne fogyni, annak segíteni kellene abba, hogy le tudjon fogyni, és ezt a segítséget szerintem ma nem feltétlenül kapják meg a fogyni vágyók Magyarországon. A Netflixen van egy egészen jó dokumentumfilm, egy srácról szól, aki komolyan vette a Pepsi-nek az egyik pontgyűjtő reklámját. A reklám nagyjából azt ajánlotta, hogy hát ismerjük, Magyarországon is voltak ezek a pontgyűjtő játékok, hogy ha bemutatsz, nem tudom én, 30 pontot, akkor kapsz egy napszemüveget, ha bemutatsz 50 pontot, kapsz egy inget, ha bemutatsz 100 pontot, akkor megkapsz egy bőrkabátot, és a reklámnak a végén odaírták, miközben a reklám a főszereplőt játszó fiú éppen egy harci vadászgéppel ereszkedett le az iskolájának az udvarára, odaírták, hogy és 700 ezer pontért kapsz egy ilyen vadászgépet, és a srác, 19 éves srác, az teljesen rákattant erre a dologra, és hogy hát, hogy neki kell ez a vadászgép, és hát, hogy ő össze akarja gyűjteni a 700 ezer pontot, aztán hát ilyen rövid számolgatás, meg kalkulálás után hát kiderítette, hogy 30 vagy 40 évig kellene inni a családjának napi, nem tudom én, 10 liter Coca-Cola vagy Pepsi terméket ahhoz, hogy összejöjjön ennyi kupon, és hát nyilván eddig nem fog tartani az akció, és más utat talált, ahogy legálisan megszerezheti, ugyanis volt egy olyan kitétel ebben a füzetében, a promóciós füzetében a Pepsi-nek, hogyha nincsen meg a pontod, mondjuk nincsen meg a 100 pontod a Bird Jackie-hez, csak 80, akkor pontokat vehetsz 10 centért darabját. És tehát, hogy még $2 ráfizetsz, és megkapod a Bird Jackie-t. És a srácnak volt egy ismerőse, egy nagyon gazdag vállalkozó, és felkereste őt azzal, hogy hát, hogy van ez a promóció, nagyon szeretné a gépet, talált egy ilyen kiskaput, kellene 700 ezer dollár. És a figura megnézte, azt mondta, hogy hát végül is így logikusnak látszik ez az egész dolog, kitöltötte a csekket, feladták a csekket a Coca-Cola-nak, és kérték a vadászgépet, és hát nagyjából innét indul a dokumentumfilm története, ami ezt a Dávid-Góliát harcot mutatja be, ahol egyébként jogilag nyilvánvalóan a srácnak van igaza, de hát a gyakorlat az nem mindig a jogot szolgálja. Egyébként ez nem arról volt itt szó, hogy a srác nem akarta ezt a vadászgépet, csak tudta, hogy ez a vadászgép 23 millió amerikai dollárt ér akkor, viszont ezeket a pontokat megvásárolni, meg összeszedni, az csak 700 ezer dollárba kerültető. Egyébként bizniszt tanulta, jól emlékszem, a srác, akkor kezd egyetemet, vagy valami, és hogy ebből pénzt akar csinálni, tehát ő nem akart vadászgépet. Igen, ez volt a pertárgya, hogy valójában az történt el, hogy ő elhitte egy reklámot, ami hihető volt, és ezért jelentkezett rá, és azt gondolta, hogy ő tényleg egy vadászgép tulajdonosa lesz a pontokkal, vagy ő egy számító figura, aki kihasznál egy tévedést, vagy ahogy a Pepsi érvelt, egy viccet, és komolyan vesz valami olyasmit, amit senki nem venne komolyan egyébként a teljes populációból. Ki használ egy szegény multinacionális céget? Hát ilyet kihallott még. Nekem egészen elképesztő az, hogy egy pertárgya az legyen, hogy valami le van írva feketén-fehéren, és azt valaki viccnek veszi, vagy nem. És amúgy ebben az esetben ez történt, de számomra ez az elképesztő, hogy ahelyett, hogy tárgyilagosan vizsgálták volna az esetet, hogy mit mondott a Pepsi, és ezt amúgy hogyan értette a fickó, jogos vagy nem, ehelyett azt kezdték el vizsgálgatni, hogy ez vicc volt, vagy nem, és hogy ezt a fickó megértette, vagy nem, és hogy félreértette, tehát egészen elképesztő a helyzet szerintem. Ugye az van, hogy a minden évben látunk ilyen pereket, amikor valami nincsen mondjuk odaírva, hogy is mondjam, volt például, amikor beperelte valaki
a nem tudom milyen céget, mert hogy nem volt ráírva a mikróra, hogy macskát nem lehet benne szárítani, ez nem tudom mikor volt. Tehát amikor olyan dolog van, ami teljesen common sense, józan paraszt ésszel egyszerűen lehet tudni, és azt az adott cég azt nem tünteti fel, szerintem ilyen dolog ez a reklám, mert tök egyértelmű, hogy nem fogsz kapni vadászgépet, ez egy gag, ez egy poén. És ezekből vannak perek, de szerintem nem kéne, hogy ebből legyen per, de sajnos a jognak a feladatai valahogy ezt rögzítse, hogy meddig lehet viccelni, és mikor kell halálkomolyan ezt leírni, mert léteznek a világ olyan hülye emberek, hogy valaki ezt komolyan fogja venni. Jó, itt a srác nem vette komolyan, valószínűleg nem volt hülye, de tényleg vannak olyan emberek, akik de ezt elhiszik. És ez nem lehet már viccelni. A Pepsi egyébként ugyanezt a reklámot, ami Amerikában ugye a per tárgya volt, Kanadába is sugározta, teljesen ugyanaz a reklám. Egyetlen különbség van, hogy a kanadai verzióban a kanadaiak aláírták a reklámnak kisbetűvel, hogy természetesen a vadászgép az nem része ennek a nyereményjátéknak. Tehát ezzel akarta bizonyítani egyébként a srác, hogy a Coca-Cola az tisztában volt azzal, hogy van jogi lehetőség, hogy egyértelművé tegye a helyzetet, csak ő egész egyszerűen tényleg abba utazott, hogy ezt az álmot, ezt minél hihetőbben árulja, és lehet, hogy mi felnőtt fejjel ugye azt gondoljuk, hogy ezt nem lehet komolyan venni, de hát ennek a reklámnak a célcsoportja, marketing célcsoportja 10 és mondjuk 20 év közötti fiatalok általában. Tehát a Pepsi generáció az nem a 30-as egyetemet végzett középosztályos férfi, hanem a 20 év alatti, vagy még inkább a 15 év alatti gyerek. Na, te egy 15 évesen elhitted volna egyébként, hogy kapsz egy vadászgépet, ha beváltod a Pepsi pontját, nem vicceljünk már. Figyelj, én amikor láttam ezt a reklámot, én azt gondoltam, hogy ez reális, csak hogy a 700 ezret nagyon nehéz, szinte lehetetlen összeszedni, és én azt gondoltam, hogy arról fog szólni a dokumentumfilm, hogy a srácnak van egy zseniális ötlete, amivel elkezdi tudni gyűjteni ezeket a pontokat, tehát hogy valami mozgalmat csinált, akik beküldték neki mindenféle helyről az emberek a 700 ezer pontot, tehát én elhittem, hogy ez egy ajánlat például, csak én nem gondoltam, hogy az a hekkelés, hogy van ez a 10 centes záradék, és ezzel játsza ki a rendszert. Én azt gondoltam, hogy azzal fogja kijátszani a rendszert, hogy egész egyszerűen egy mozgalmat indít a sajtóban, és az emberek egész Amerikából küldik neki a pontokat, és erre nincsen felkészülve a Pepsi, hogy ezt tényleg össze fogja tudni valaki szedni. Hát még csak ezt sem kellett neki megtennie, ugye a megvásárolható Pepsi pontok miatt, amit nem is tudom, hogy hogyan gondoltak, tehát hogy oda volt írva, hogy nem limitált, tehát hogy nem arról volt szó, hogy 10 darabot megvásárolhatsz, vagy 30-at, hanem amennyit szeretnél, és ezt használta ki a srác, de amúgy ha jól tudom, a kanadai reklámban az is különbség volt, hogy a 7 millió pont helyett 700 millió pont volt feltüntetve, és így volt odaírva az, hogy ez amúgy csak egy vicc. Az amerikai Pepsi úgy érvelt, hogy hát milyen vicc lenne az, amikor oda kell mondani a végére, hogy hát ez csak egy vicc volt, csak vicceltem. És ez teljesen jogos egyébként. Én nem akarok itt nagy multikat védeni egyébként, mert abszolút inkább ilyen multi ellenes figura vagyok, de szerintem ez nevetséges. De ebben a világban ki kell írni, hogy ez egy totál blödség, az vicc. Tehát, hogy ne haragudj, nem egy művészeti termékről beszélünk, amikor egy stand-upos mondjuk kiáll, és minden poénja után el kell, ugye mindenki tudja, hogy csak vicceltem, nem egy művészeti termékről beszélünk, hanem egy marketing termékről, aminek a célja az, hogy ajánlatot tegyen a fogyasztóknak, és ezt megteszi, és ezt egy olyan viccel zárja, amit ő választott, de most én nem nagyon gondolom azt, hogy valakit meg kéne kövezni azért, mert ezt komolyan veszi. De nem vette komolyan. De igazából az érdekes az egész történetben, hogy ez a dokumentumfilmen belül is van egy dokumentumfilm. És ezen el lehet vitatkozni, hogy itt mi történt, mennyire felelős a Pepsi, mennyire rossz indulatú a srác, de van egy történet ugyanúgy a Pepsivel, és egy részben van feldolgozva. A Fülöp-szigeteken került a Pepsi nagyon hasonlatos helyzetben, csak egészen más léptékben. Az történt, hogy a Pepsi ott is meghirdetett egy ilyen pontgyűjtő nyereményjátékot, aminek minden, mit tudom én, hétvégén kisorsoltak 7x 1 millió pezót, ami ott egy nagyon-nagyon jelentős összegnek számított, mit tudom én, egy lakás
lakására, egy kicsi lakásnak az ára volt, egy olyan országban, ahol az emberek, tudom én, nagy százaléka nyomortelepeken, meg nátkunyhókban él. És a Fülöp-szigeteken elképesztő népszerű volt ez a dolog, hát kb. Így a lottó helyére lépett, mindenki gyűjtögette a kis kupakokat, várta a sorsolást, és reménykedett abba, hogy ő lesz az, aki nyerni fog. A promóció egyik utolsó húzásánál azonban egy kis hiba került a gépezetbe, a Pepsi egy olyan számot jelentett be, mint győztes számot, ami több százezer embernek volt meg. Több százezer embernek volt meg, akik mind azt hitték abban a pillanatban, hogy ők nyertek, és az életük az egy más minőségben fog folytatódni. És ami utána történt, az meg elég borzasztó minden tekintetben. Zavargások törtek ki, emberek haltak meg, Pepsi gyárat támadtak meg és gyújtottak fel. Sokan azzal gyanúsították a Pepsit, hogy egyébként egy önmerénylet volt, hogy maga mellé állítsa a közvéleményt. Tehát egy ilyen nagyon durva belpolitikai feszkó történt, ami után egyéni tragédiák sokasága is, és természetesen a Pepsi itt is mindenfajta felelősséget hárított. Hát Istenem, megesik, hogy az ember csinál egy marketing kampányt, és lángba borul egy ország, ők a maguk részéről mosták kezeiket, és nagyjából azt láttuk, hogy egy ezerszer súlyosabb helyzetben, mint ami az Amerikában történt, is pontosan ugyanilyen gátlástalansággal és pontosan ugyanezzel az ilyen brutális érdekérvényesítéssel tud eljárni a Pepsi, és ugyanúgy nincsen felelőssége, ahogy a kisrác felé, ugyanúgy nincsen felelőssége a Fülöp-szigeteki kormány, meg a Fülöp-szigeteki emberek felé. Persze, erre csak a Pepsinek az ügyvédei vannak felhatalmazva, hogy keressék a jogi kiskapukat, hogyha ezt egy civil ember kezdi el csinálni, és a viccet komolyan veszi, mert jogilag nem volt megvédve, akkor az már hatalmas probléma és bűn. Igen. Szintén egyébként jellemző fordulat, még ennyit elszpoilerezek a történetből, hogy amikor a srác elkezdett gondolkodni azon, hogy perel és írt egy felháborodott levelet a Pepsinek, hogy ez így nem járja meg, nem tudom én micsoda, tudod, mi volt a Pepsinek a válasza? Beperelték. Nem, igazából kérdezte tőle a riportár, hogy miért, hát mondja, ő azt nem tudja, beperelték New Yorkba, és ott elindítottak ellene egy pert. Csak azért egyébként, hogy New Yorkba, hazai pályán olyan környezetben legyen a pert tartva, ahol olyan bírák vannak döntően, akik a vállalati szektort kiszolgálják. Nagyon-nagyon vicces eset, még elmondom, a McDonald's-szal történt meg a Los Angeles-i olimpián, hogy ugyanazt a marketing promóciót el akarta sütni, mint a montreali olimpia idején, amikor valami olyasmi volt, hogyha valahol nyertek az amerikaiak aranyérmet, akkor Big Mac-et, és te kaptál, mit tudom én, kaptál egy ilyen box, mondjuk feliratú kupont, és hogyha a boxban nyertek az amerikaiak egy aranyérmet, akkor azt beválthattad Big Mac-re. És hát ugyanezt a promóciót, ezt Los Angelesbe is bevezették, vagyis a Los Angeles-i olimpiai időpontjában is bevezették az egész országba, és nagyjából csináltak ők egy kalkulációt, hogy olyan körülbelül olyan 50-60 amerikai éren várható, és hogy ennek következtében ennek ennyi és ennyi költsége lesz, és ezek után történt meg a keleti blokknak a bojkotja, nem jöttek kelet-európai csapatok a Los Angeles-i olimpiára, ugye Magyarország se, aminek az lett a következmény, hogy az amerikaiak letarolták az éremtáblát, és a McDonald's az nagyon-nagyon-nagyon súlyos pénzeket bukott, de állta a cechet, nem panaszkodott, nem hisztériázott, nem mondta azt, hogy nem ér a nevem, káposzta a fejem, hanem azt mondta, hogy hát megígértem, ez volt az ajánlat, betartom a szavamat, és bevállalom a masszív veszteséget. Mi ennél többet nem vállalunk most már erre a hétre, jövő héten visszatérünk, és addig is a YouTube-on elérhetőek vagyunk. Köszönjük minden figyelmet!